illetve szeretném megköszönni vendégeinknek, akik megtisztelték jelenlétükkel a megnyitót és a versenyt. Polgármester úrnak nagyon szépen köszönöm, Vigyő József úrnak, hogy eljött, és itt van köztünk. Valamint köszönöm a Paralimpiai Bizottság főtitkárának, Úr Anitának, hogy eljött és figyelemmel kíséri a versenyünket. Talán még egy dolog, és utána át is adom a szót, hogy hát azért volt egy paralimpiai játékok nem is olyan régen, talán azóta nem találkoztam sokat, okkal nem találkoztunk, és én szeretném azt kérni, hogy egy közösen tapsoljuk meg a két paralimpiai kiutónkat, Szabó Alexandrát és Nagy Vivien, aki képviselt a sok szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon szépen köszönjük a Paralimpiai Bizottságnak azt a szeretetet, amivel Tata irányában vannak. Anita, köszönjük nektek a sok kedvességet és szeretetet. Nagyon nagy öröm mindig, amikor vendégül láthatunk parasportolókat. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen nagyszerű emberek alkotják ezt a közösséget, akik hajlandóak a puszta létnél sokkal többet tenni. Nyugodtan otthon ellehetnének, kényelmesen tévészhetnének, sorozatot nézhetnének, mindenféle nyugalmas dolgot csinálhatnának, ehelyett meg eljárnak edzésre, kínozzák magukat, kínlódnak, erőködnek, csak azért is még egyszer megpróbálják, szidják a labdát, néha biztos magukat is egy kicsit. De a végén kijön egy ilyen csodálatos nap, amikor meg eljöhetnek Tatára, vagy valahova máshova, és ott megmutathatják egymásnak, a többieknek, de legelsősorban önmaguknak, hogy megint sikerült egy kicsit jobbnak lennem, megint jobban sikerült gurítanom, dobnom azt a labdát, megint én lettem egy kicsivel előrébb a helyezett. De igazából itt teljesen mindegy, hogy kihányadik helyzet lesz, a cél az, hogy nagyon jól érezzék magukat, és önmaguk irányába, saját maguk felé az a jó érzésük legyen meg, hogy érdemes volt edzeni, kínlódni, készülni, mert hogy milyen jól sikerült ez a mai napom is. Én ezt tanultam meg itt két tatai fantasztikus kocsástól, a Szabó Szonyától és a Kulpiter Norbitól, akik hosszú-hosszú éveken keresztül összerakták ezt a szeretetükkel, a drága szüleik segítségével, a csapattársaikkal, és felsorolhatnám a többiek nevét is. Azért őket említettem, mert ők most a Mennyországból nagyon-nagyon figyelnek rátok. Már nincsenek itt közöttünk, mert onnan a Mennyországból segítenek benneteket, úgyhogy amikor kicsit félre megy, akkor úgy nézzetek föl, mondjátok, Szonya, hát volna olyan kedves rendesen ide figyelni, segítsél! És akkor a Szonya segíteni fog, higgyétek el, mert nagyon jól érzi magát ott a Mennyországban, én sokat beszélgetek azóta is vele, egy csodálatos teremtés volt, ugyanúgy, ahogy a Norbi, nagyon jó barátságban voltunk. Szóval, nagyon-nagyon szép napot kívánok, nagyon boldog vagyok, hogy itt vagytok, érezzétek jól magatokat, nagyon-nagyon sok sikert kívánok az életben is, a kínlódásaitokban, a nehézségeitekben, mindig sikerüljön egy kicsit tovább lépni, és hogyha ez sikerül, akkor pedig igazi boldog emberek lesznek ti is. Jó Isten éltessen mindenkit! Szeretettel köszöntök én is mindenkit, polgármester úr, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk. Igen, ez az év a paralimpiai éve volt, és 16 év után kijutottak sportolóink a paralimpiára, hogy Ferke is említette, Vivien és Szandi voltak ott a paralimpiai játékokon. A siker az elsősorban nekik köszönhető, de én azt gondolom, hogy most itt van az alkalom arra, hogy megköszönjem mindnyájatoknak, minden versenyzőnek, aki itt van, hiszen a segítségetek mindenképpen hozzájárult ahhoz, hogy a Vivi és Szandi kijutott a paralimpiai játékokra. De ugyanúgy köszönettel tartozunk az edzőknek, akik nap mint nap veletek vannak, a segítőknek, akik cipelik a rámpátokat, beállítják, ott vannak veletek egész nap az edzésen, a versenyeken. Köszönjük szépen a szüleiteknek, akik szintén ott vannak veletek, elvisznek titeket, aztán elhoznak a versenyre,
és egy csodálatos közösséget alkottuk itt ezen az eseményen. Mindig nagyon szeretek jönni Parabocsa versenyre, mert azt látom, hogy ez egy nagyon jó közösség. Köszönöm az egyesületeknek, akik támogatják azt, hogy bocsázzatok. Köszönjük a szövetségnek, akik segítségével az elmúlt időszakban nagyot fejlődött a bocsa közössége, a magyar parabocsázás. Köszönjük a létesítményeknek, a városoknak, akik szintén befogadnak minket, és természetesen az államnak, aki támogat bennünket, hiszen nagyon sok forrást kapunk a magyar államtól. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a paralimpiai siker elsősorban Szandi és Üdié, de mindnyájatoké megérdemeltek egy tapsot.